Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Dendelrász szerelmi üzenete a gyertya mágiával. Még mindig a kék színű gyertyánál maradunk, én úgy éreztem, ez fontos még, hiszen kell az, hogy beszéljetek egymással, hogy ő nyitott legyen érzelmekről beszélni. A kék színű gyertya utal a víz elemére, tehát az érzelmekre, és szimbolizálja a kommunikációt. A felvétel végén majd átküldöm az energiát, ami már most is érezhető. Itt a képen látható ez a férfi utal a férfiakra, vagy jelenti a lelki társadat, és ez a hölgy itt szimbolizál téged. Először megnézzük az ő helyzetét. Itt a horgony azt jelenti nála, hogy kell a biztonság érzete, ahol ő le tud horgonyozni. Így felülről tekinti az eseményeket, vannak elképzelések, tervek nála, amit nem a közeljövőben akar megvalósítani, hanem a későbbiekben. Nála lesz szerencse, hiszen itt látható egy kellemes meglepetés, amire nem számít. Ez lehet egy anyagi helyzet, egy nyeremény például, vagy egy jó ajánlat, ami a munkát, a hivatást illeti. De ez a pénz itt jelentheti a belső értékeket, vagy azt is, hogy ő birtokába vesz valamit, ami értékes számára. Itt megjelenik ez a ház, az utalat arra, hogy ki akar építeni valamit, például egy magán céget, vagy lehet egy közös otthonnak a tervezése, az is előfordulhat, hogy egy házat vagy egy lakást szeretne bérelni vagy megvásárolni, és akkor itt ez a levél utalhat ezekre a szerződésekre is. Ami kettőtöket illet, itt vannak tervek, nálad le tud horgonyozni, értékes vagy számára, ő óv téged, vagy tervez egy közös otthont, és itt lesz egy jó hír, hiszen jelentkezik nálad. Ha te egy hölgy vagy, akkor megnézzük a te kártyáidat. Itt látható a szerencse a szerelmi élet területén, ez a férfi áll a középpontban, közeledik hozzád, sőt, ez lehet egy házasság tervezése is. Nem csak a szerelem fontos most nálad, hanem a munka, a hivatás is, és ebben az esetben a házasság kártyája utalhat egy bizonyos szerződésre vagy szerződésekre is. Nála fontos a biztonság érzete. Tervez veled valamit. Nála lesz egy nyeremény, vagy egy kellemes meglepetés. Kihat az otthonára, a családra, de lehet egy közös otthon tervezése is. Hamarosan kapsz egy jó hírt tőle, ami téged illet, szerencse lesz a szerelmi élet területén, sőt, ez még házassághoz vezethet, vagy tervezitek együtt, hogy együtt fogtok élni, tehát egy közös otthon tervezése. Itt lehetnek bizonyos szerződések, ami még nálad történik, ezek változások lesznek a munkát és a hivatást illetően. És most átküldöm a kék gyertya mágikus energiáját, ami kihat az érzelmekre, kihat a kommunikációra. Csukd be a szemedet, helyezd magad kényelembe, képzeld el azt, mit, hogyan szeretnél elérni, és erősítsd a belső hitedet. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendelrász.